Teltek az évek. Hatalmas alkotások jöttek létre, a Bach családban újabb és újabb gyerekek születtek, és sokan meg is haltak közülük. Emögött a külcsi mögött azonban egy lázas, szenvedélyes és egyre megkeseredettebb élet lüktetett. Ami már korábbi állomás helyein is gyakran meglátszott, most elemi erővel tört elő. Bach zabolázhatatlan büszkesége. Mert büszke volt, önérzetes, vagyis mai kifejezéssel élve nehéz természetű, aki naponta sértette meg mások határait, és aki naponta sértődött meg saját határainak megsértése miatt. Gyakoriak voltak az összetűzései a város és az egyetem vezetőivel. Igazán baráti viszony csak Johann Matthias Gessner magiszterhez, a Tamás iskola egykori rektorához fűzte, aki egy irodalmi levelében ezt írta egy képzeletbeli barátjának. Bachot láthatnád, hogy külön említsem, hiszen nem olyan régen kollégám volt a Tamás iskolában. Amint billentyűs hangszereken játszik, két kezének összes ujjával, amely hangszernek számtalan sípját fújtatók keltik életre. Mindkét kezével és lábával a lehető leggyorsabban siklik, egymaga megszólaltatván a legkülönfélébb, ugyanakkor egymásnak a legkellemesebben megfelelő hangokat. Bárcsak láthatnád, ahogyan minden szemmel is tart közben, és 30 vagy akár 40 muzsikus közül is visszatéríti az egyiket egy fejbiccentéssel, a másikat lábdobbantással, a harmadikat figyelmeztető ujjal, hogy megadja nekik a helyes hangot. Mindezt egyes egyedül, a hangorkán kellős közepén, s noha a legnehezebb szólamokat ő maga adja elő, azonnal észreveszi bárhol és bármikor hibájtait valaki. Mindenkit összetart, mindenről előre gondoskodik, és kijavít minden bizonytalanságot, testének minden porcikáját betölti a ritmus. Dolgozik éjt nappal látéve, állandóan komponál, gyermekeit neveli. És közben elmagányosodik. Elmagányosodik, mert, ahogy ő írja, az ízlés roppantmond megváltozott, és a régi muzsika már nagyon idegenül cseng a mai fülekben. Mindaz a zenei világ és értékrend, amelyet Bach képviselt, eltűnő félben van. Fiai nem követik stílusát, és habár orgona ismereti tudását és virtuozitását egész Németország becsüli, zenéje a rokokó stílus térhódítása elején egyre öregesebbnek, nehézkesebbnek tűnik. Próbál ugyan lépést tartani a korral, péntekenként új divatú suite muzsikát dirigál a Concentus Musicus élén a Zimmermann féle kávéházban, és ezek a stílusbeli kirándulásai hozzák létre a múlhatatlan szépségű zenekari szvitteket és tánctételeket. Egyre többször kezd olyan művek komponálásába, amelyeknek esélyük sincs arra, hogy a széles nagy közönség megértse őket. Elmagányosodásában visszamenekül abba a világba, amelynek ő az utolsó képviselője. 1750 körül megváltozott Európa atmoszférája. A fúgák világa, a szigorú többszólamúság ügye veszett ügy volt az ifjúság szemében. Ez az ezer éves polifón világ, Bach világa, a nagy vallásos formákkal és a teljes barokk zene ideállal egyetemben tökéletesen elsüllyedt. Ám győzedelmesen felemelkedett mindaz,
amit Bach már nem tudott magáévá tenni. Az operazene, a gálán stílus, a dallam, a forma és a hangzás újszerű ideálja, a felvilágosodás tiszta, józan, világpolgári szelleme, a kibontakozó Franciaország. Az új nemzedék kitűnő organistának és jó tanárnak tartja Bachot, de zenéjét mesterkéltnek, fellengzősnek, kuszának és dagályosnak nevezte. A zenekedvelő porosz királyhoz, Nagy Frigyeshez is eljut az öreg muzsikus híre. A meghívást így meséli el a nekrológ. Johann Sebastian mindent felülmúló képességének híre ekkoriban már oly messzire terjedt, hogy a király is gyakran hallotta emlegetni és dicsérni. Emiatt fölébredt benne a kíváncsiság, hallani és látni akart ezt a nagy művészt. Először csak futólag célzott a fiúnál ama kívánságára, hogy az apa egyszer eljöhetne Potsdamba. De aztán mind egyenesebben kérdezett rá, hogy miért is nem jön az apja. A fiú nem tehetett mást, mint hogy apjának tudtára adta a király eme kívánságát, ő azonban eleinte ügyet sem vetett rá, mert rendszerint túlságosan el volt halmozva munkával. Miután azonban fia többször is megismételte leveleiben a királyóhaját, végre rászánta magát az útra. Bachmester 1747-ben kerekedett tehát fel fiával, Friedemannal, hogy meglátogassa a királyt. Folytassuk hát a nekrológ beszámolóját. A király esténként magánkoncertet szokott rendezni, ahol általában maga is előadott egy-egy fuvola versenyt. Az egyik este, amikor éppen előkészítette fuvoláját, és muzsikusai már összegyűltek, egy tiszt írott névsort hozott neki az újonnan érkezett idegenekről. Fuvolával a kezében átfutotta a listát, majd azonnal az egybegyűlt zenészekhez fordult, és mondhatni izgalommal a hangjában így szólt. Uraim, megjött az öreg Bach! Félretette fuvoláját, az öreg Bachot pedig, aki fiaszállásán pihent meg, azonnal a palotába vezették. A király lemondta estére tervezett koncertjét, és invitálta Bachot, próbálja ki Zilbermann által készített fortepianóit, amelyeket a palota több termében állítottak föl. A muzsikusok teremről teremre haladtak, és Bach felkérést kapott, hogy próbaképpen játsszék előre át nem gondolt kompozíciókat. Bach így is tett egy darabig, majd megkérte a királyt, adjon meg neki egy fúgatémát, amelyet azon mód minden előkészület nélkül kidolgozhatna. A király bámulattal adózott annak a tanultságnak, amellyel a témát így módon rögtönözve Bach kibontakoztatta. És alig, hanem azért, hogy megtudja, mire lehet még valaki képes ekkora művészet birtokában, kifejezte kívánságát, miszerint olyan fúgát is meghallgatna, melynek 6 obligát szólama van. De minthogy nem minden téma alkalmas ilyen tökéletes harmóniára, Bach maga választott ki egyet, és azon nyomban ki is dolgozta minden jelenlévő ámulatára, ugyanolyan csodálatos, tanult módon, mint ahogy a király témájával tette. Bach hazautazott Lipcsébe, és a királyi témából komponálta egyik utolsó művét, a zenei felajánlást. Látása azonban napról napra romlott, néha napokig nem volt képes kotta papír elé ülni. Ezekről a napokról így számol be a nekrológ. Szembaja olyannyira súlyosbodott, a fájdalom annyira elviselhetetlenné vált, hogy műtét útján kívánt megszabadulni tőle, részint ama vágytól ösztökélve, hogy egyéb fajta még mindig erős és eleven szellemi és testi képességeivel tovább szolgálhassa Istent és fele barátait, részint egy némely barátjának tanácsára, kik szer fölött bíztak egy nemrég Lipcsébe érkezett szemorvosban. A műtét azonban, noha a kényszerűségből végül is megismételték, nagyon rossz eredménnyel járt. Nem csak, hogy nem tudta többé használni a szemét, hanem egész konstitúciója, mely máskülönben ízig-vérig egészséges volt, teljességgel felborult az operáció, a kártékony orvosságok és egyebek miatt, úgyhogy aztán teljes fél évig csak nem szüntelenül betegeskedett.